Tegnap este történt egy kis baleset. Neki mentem a járda szegénynek, mert túl szűken vettem a kanyarévét, és sikerült elfektetni a motort, kiszakadt a táskám, meg itt a rács lekarmolódott több helyen is, illetve hátul szintén. Tamás jött mögöttem ott az X-ével, azt mondta, hogy jó nagyot szikrázott a motor, meg hogy a lábam a járda szegély és a motor között maradt, de igazából a csizmámon szinte semmi nem látszik. For the bike? 5000 euros. Plus whatever I have spent on it. Hopp! Megyünk, rám vártok? Szóval a híd rácsok megint nagyon korrektül működtek. Hogyha nincs rajta a rács, akkor a jobb oldali benzintankomat szerintem így szépen felnyitja a járdaszegély. És mondjuk még mindig maradna egy bal oldali tankom, el lehetne zárni a jobb oldalit. De az már nem poén, hogyha 150 km-enként kb. Meg kell állnunk tankolni pont emiatt. Meg hát nem hiányzott volna egy új tankot vásárolni sem a motorra. Mostárban vagyunk egyébként, Boszniában. Ott egy mocska. Nem, egyébként nem volt rajtam a GoPro, amikor elcsúsztam, igazából semmi extra volt, eldöntöttem a motort, egy 5 méter csúszott maximum, aztán állítottam is fel, és mentünk is tovább. Úgyhogy már nekem megvolt tegnap este az originál ungaris arcompürgés. Itt Boszniában volt egyébként egy gyönyörű híd, amit este néhányan megnéztünk, de ma reggel már sajnos nem maradt időm visszamenni, megmutatni nektek is, pedig nagyon szerettem volna, de végül is berakok nektek ide egy képet, hogyha Mostárban jártok, akkor ezen érdemes azért végigsétálni, illetve hogyha jó idő van, akkor innen szoktak a fiatalok beleugrálni a folyóba. Ezen mi is gondolkoztunk, de igazából az, hogy tegnap lekéstük egy csomószor a kompot, sajnos kiaknázta ezt a tervünket. Viszont mutatok nektek valami még érdekesebbet, csak előbb jussunk el Szarajevó mellé. Mondjuk addig is nagyon szép tájon megyünk. Jó nagy város ez a Szarajevó, már fél órája jövünk a panelek között. Természetesen zöld hullám az náluk sem létezik. És van itt Szarajevó mellett egy elhagyatott olimpiai, téli olimpiai bobpálya. Őha. Úgy látom megérkeztünk. Le tudunk jönni rajta motorral, nem? Tamás bele is megy. Hát a helyében lehet kihagytam volna ezt a részét, de... Ebből baj lesz. Na? Kíváncsi vagyok, hova lyukat ki. Itt van valahol a vége annak. Vagy hol? Hova érkezik le? Tamás hol lett? Valahogy akkor csak föl kéne jutni rá. Látom, mindjárt fölmegyek rajta. Itt lenn? Nem látom, de mindegy. De hogy másztál fel? Nem csúszik, mint a kurva élet. De. Hát szerintem jó vagy te ott. Mekkora bugyi. Megpróbálunk fölmenni rajta. Kesztyűmet azért fölveszem, hogyha netán letenyerelnék. Hát ez könnyebb volt, mint gondoltam. Na hajrá. Leemlő. Az az. Vigyázzatok! Ez a szarajevói bobpálya a téli olimpiára volt építve. Aztán egy kicsit el lett hagyatva. Azóta egy ilyen urbex látványosság. Ó, elférünk itt simán, de azért behajtom a visszapillantómat, mert bokrok leviszik. Szavaztok! Nagyon remélem, hogy ki tudunk jönni, mert nem igazán néztem meg az alját. És remélem nem egy ilyen nagy betonkajdóba ér véget az egész. Hát csak kiugrálnak az emberek, teljesen jó. Hát ez kurva jó. Szerintem lemegyek még egyszer, nem dumálok bele, meg megyek én elől. És akkor a videó végére bevágom majd a teljes nyers felvételt. Feltéve, hogyha előbb ki tudjuk szedni a motorokat a bobpályából. Az igen! Valahol itt lesz, ahol...
Ez tüskés. Wow. Az. Ez kurva jó volt! Csapolj bele! Én megyek még egyszer! Hát ezt rohadtul megérte ide eljönni. Mi meg aggódtunk miatta, hogy majd csúszós lesz, meg nem lehet lejönni, meg őrzik, meg mit tudom én. Arra szeretnék kérni mindenkit, aki ellátogat majd ide Szarajevóba a bobpályához, hogyha nem vagy biztos a dolgodban, vagy nem olyan motorod van, akkor légy szíves, ne erőltesd ezt a bobpályát, ugyanis ez a bobpálya valószínűleg addig van nyitva csak a köznépnek, ameddig el nem esik rajta valaki, vagy ameddig nem lesz valamilyen baleset. Ezt nézzétek, milyen szép Szarajevó. Szóval utcai motorral ezt mellőzzétek, mert nem tudtok kijönni belőle egyrészt. Illetve ha megijedsz attól, hogy szűkében kell megfordulni, vagy megcsúszik a motorod, vagy mit tudom én, akkor inkább tényleg ne. Akkor ne bántsad. Ez itt nyitva van vajon? Szerintem ulasz, az zárva. Ezt a videót nem azért teszem fel, hogy felhívjam a hatóságoknak a figyelmét arra, hogy itt motoroznak, és hogy itt le lehet menni biciklivel, motorral, stb. Hanem egy ilyen érdekességnek szánom, ugyanis én még nem jártam motorral bobpályán, meg sehogy se. De ez az élmény szerintem egyébként sétálva is teljesen elfogadható lett volna. Úgyhogy kérlek szépen titeket, ne tegyük tönkre ezt a helyet vandálkodással. Gyere már, Bence! Menjünk inkább, ja, szerintem is. Menjetek elé! És most tartunk Tuzla felé, ahol az utolsó szállásunk lesz, amit külföldön töltünk. A péntek van, szombat délután visszaérünk Szegedre nagy valószínűséggel. A holnapi napunk még egy 330 km motorozásból fog állni. Nem valószínű, hogy akkor már filmezni fogok, mert semmi érdekes nem fog velünk történni Szerbiában. Valószínűleg Szabadka felé megyünk, ott meg főleg ilyen hosszú egyenes országutak vannak, hogy már az Alföldre érünk vissza. Úgyhogy ez volt sajnos a befejező része a túrasorozatnak. Na jó van, srácok, én viszont elköszönök, vigyázzatok magatokra. Szevasztok. Micsoda? Megkapod?
Mi? Aha, itt lehet kijönni csak. Csak itt lehet kijönni. Hát van ott egy ilyen 30 centis ilyen dupla patka, meg néhány kő alatta, és akkor ott le lehet ugratni rajta nagy gázzal. Kurva jó.